A Szerencsi Művöldési Központ és a Szerencsi Több Célú Kistérségi Társulás az elmúlt év decemberében rajzpályázatot hirdetett a Mi Karácsonyunk címmel a Szerencsi Járás Általános Iskola alsó tagozatasainak. A diák átadását január 20-án tartották a Rákóczi Vár gyermekkönyvtárában. Tamásné Szabó Klára a Szerencsi Központ munkatársa köszöntötte a megjelent alkotókat, majd beszédében kiemelte, hogy a rajzpályázatra 128 művészi alkotás érkezett Bekecsről, Legyes Bényéről, Mezőzomborról, Monokról, Taktakenézről és Szerencsről. A változatos technikával készült rajzok zsűrizésénél Schlosserné Bátori Piroska nyugalmazott tanár volt a művöldési központ dolgozóinak a segítségére, hiszen nagyon nehéz volt dönteni a több mint száz szebbnél szebb pálya munka közül. A rajzokat a zsűri első és második osztály, valamint harmadik és negyedik osztályos kategóriában díjazta. Az első kategóriában az első helyet Király Kamilla, a Bójai János Katolikus Általános Iskola diákja tanulója kapta, megelőzve a Bekecsi Horváth Jennifert és Szarka Zsigmondot, a Bójai János Katolikus Általános Iskola tanulóit. A második kategóriában az első helyen Ducsai Réka Éva, második helyen Eker Fanni Zonga, a Bolya János Katolikus Általános Iskola diákjai végeztek, megelőzve a Bekecsi Tóth Petrát a színes szeruzából, zsírkrétából, filctolból és üvegfestékből álló jutalmakat Tamásné Szabó Klárától vették át a helyezettek szerencsen a Rákóczi Vár gyermekkönyvtárában.